európai szakképzési hét pályaválasztás előtt. Sífelszerelésekből álló adományt kaptak. Erzsébet napi jótékonysági hangverseny. Jó estét kívánok, az aktuálist látják november 22-én, már is kezdünk. Az Európai Szakképzési Hét alkalmából nyílt napot tartottak ma a Gyöngyösi József Attila szakgimnáziumban. A pályaválasztás előtt álló fiatalok betekinthettek a különböző szakmák munkafolyamataiba, interaktív vetélkedőn vehettek részt, és egy kiállítást is megtekinthettek, amely az intézmény szakmai képzéseit mutatja be. Szépen ott visz, és bal kezeddel húzod, oldra vissza, sokáig, és akkor ez neked szép széles. Készül a Fonott Kalács a József Attila szakgimnázium tanműhelyében. Bemutatót tartanak a szakemberek az érdeklődő iskolások számára. Nem csak az élelmiszeripari fortélyokkal ismerkedhettek meg az ideérkezők, hanem bepillantást nyerhettek a gépészek, fodrászok, kozmetikusok, elektrotechnikusok mindennapjaiba is. Az intézmény vezetője elmondta, fontos számukra ez a nap, hiszen megmutathatják intézményüket, és népszerűsíthetik a hiány szakmákat is. Emellett több programmal készülnek, hogy a gyerekek számára könnyebbé tegyék a pályaválasztást. Itt a nyílt napon elsősorban a különböző szakmáinknak a bemutatása folyik, történik. Szeretnénk egy kicsit interaktívan bevonni a 8-os, 7-es tanulókat, hogy minél jobban megismeressék a szakmáinkat. Kandikó Bálint 8. osztályos tanuló, édesapja szakmáját szeretné továbbvinni. Azért jöttem ide, mert heggesztő szeretnék lenni. Apukám után szeretnék menni ki külföldre, meg utána még a festőt a felvételbe beírom, meg az ilyen szakmákat, így hát ha a heggesztőre nem lesz esélyem, és akkor hát másra felvesznek, de később így is újsává elvégzem a heggesztőt. A nap folyamán interaktív programokkal várták a fiatalokat. Játékos vetélkedőn keresztül mutatták be a szakmákat, ahol a gyerekek kipróbálhatták a különböző szerszámokat, legórobotokat. Fémet munkálhattak, festhettek, és a szépészeti képzéseket is jobban megismerhették. A szakképzési hét holnap matematika versennyel folytatódik, melyen középiskolás tanulók mérhetik össze tudásukat. A gyermekek mellett most már szüleiket is fogadja a gyermekek átmeneti otthona Gyöngyösön. Többek között erről döntöttek a kistérségi tagok a mai ülésen. Mindenre azért volt szükség, mert a beszámolók szerint alig van ott gyermek, a családok átmeneti otthona pedig túlságosan telített. Az ellátási körzethez tartozik még további 3 település is. Eger, Hatvan és Jászberény, az ő esetükben térítési díj emelést javasoltak. Módosították a kistérség szervezeti működési szabályzatát a különböző törvényi változásoknak megfelelően. Ez volt a mai kistérségi ülés első napi rendi pontja. A megbeszélésen szó esett arról is, hogy a családok átmeneti otthona nagyon telített, a gyermekek átmeneti otthona pedig ráfizetéses, hiszen szinte alig van gyermek, mondta Hisz György polgármester, aki kiemelte, erre a két problémára kell megoldást keresni. Alig van részvétel. A törvény előírja, hogy kell vezető, kell pszichológus, családsegítő, gondozónő, tehát kell vagy 5-6 fő. Ha nulla a bent levő családban a gyerek, akkor is ez veszteséges, és erre készítettünk egy tervet. Ez így néz ki, hogy már nem csak gyerekeket fogadhat, hanem szülővel együtt is fogadhat a gyermekek átmeneti otthona. Az ellátási körzet nem csak a gyöngyösi térségre korlátozódik, hanem Eger, Hatvan és Jászberény is ide tartozik. A városvezető úgy véli, emelni kell a díjakon. Mind a két grémium elfogadta, a testület is, és most a kistérség is, hogy korrekten önköltségszámítás alapján többet kell kérnünk ezektől a településektől. Ők is 20 fölöttiek, kötelező feladat. Ha ő ellátná, akkor ő is 5-6 millió forintot fizetne rá, tehát mi itt majd arányosan létszámolásan kérünk tőlük pénzt. Módosították továbbá a gyermekek átmeneti otthonának szakmai programját, és elfogadták a belső ellenőrzési tervet is, hogy jövőre hol és mit fog ellenőrizni a kistérségnek ez a szolgálata. Közel 4 millió forint értékben kapott sífelszerelésekből álló adományt a Mátra-Szentlászlói Sarudi Síház. Az épület áprilisban égett le. A tűzben 70 gyerek felszerelés veszett oda.
A Csernel István sí és turisztikai klaszter tagok összefogásának köszönhetően az újrainduláshoz szükséges felszerelésekre alig kell költeniük az üzemeltetőknek. Érkeznek az adományok Kékestetőn az áprilisban leégett Sarudi síház megsegítésére. A Csernel István sí és turisztikai klaszter felhívására megmozdult a szakma. A klaszter tagjai silécekkel, bakancsokkal és sisakokkal felszerelkezve érkeztek a novemberi ülésre. Az együttes közös elhatározásnak köszönhető az, hogy tudunk segíteni. Én azt gondolom, hogy a legjobb helyre kerülnek az ajándékok, hiszen a legfontosabb a gyermek, a családok, az iskolánk, ahol megszeretik a gyerekek a havat, a természetet, a síelést, a közösséget. A kezdeményezés egyik ötletgazdája Klausmann Viktor volt, akit személyes szálak is fűznek a leégett épülethez. Mátra Szent László azért kedves nekem, mert gyerekkoromban ott kezdtem sízni. A 60-i kilincsvasutas SC sípályája volt, jelen voltam még az építésénél is, és gyakorlatilag 1980-ig ott voltak a kis versenyeink, ott csináltunk mindent, tehát picit az a sajátomnak is érzem. A Sarudi síház üzemeltetői már az idei szezonban várják a síelőket, ám egyelőre csak kisebb létszámú csoportokat fognak tudni fogadni. A klaszter adománygyűjtő akciójának hála azonban felszerelésekre szinte nem is kell költeniük. Ez a világon a legnagyobb segítség tulajdonképpen, ezt lett volna a legnehezebb pótolnunk, hiszen brutál mennyiségű felszerelése veszett oda a tűzbe a gyerekeknek, bakancsok, lécek, pont a legjobb felszereléseink. És a régiek, tehát amikkel még én tanultam síelni 20-30 évvel ezelőtt, azok maradtak meg. A klaszter tagok szívesen álltak a kezdeményezés mellé. Klausmann Viktor taktársam elmondta, hogy hogy járt a Sarudi síiskola, és megkért mindenkit arról, hogy amennyiben otthon talál, már nem használ, de még használ abba vonható sífelszereléseket, akkor lehetőség szerint a következő ülésre hozzá, és ez most meg is történt. Volt, aki néhány pár silécet és síbakancsot, de volt olyan is, aki 60 bukós isakot ajánlott fel. A klaszter tagok körülbelül 3,5-4 millió forint értékű felszerelést adományoztak az újrakezdéshez. Idén is az Erzsébet naphoz kapcsolódva szervezett jótékonysági hangversenyt a Ferences templomba a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A koncert után történt adománygyűjtés hagyomány szerint a kezdetét jelentette annak a gyűjtésnek, amelyet a rászoruló családok számára kezdeményeznek, és amely idén is karácsonyig tart. Árpádházi Szent Erzsébet neve napján a jótékonykodásnak Gyöngyösön több száz éves hagyománya van. A Máltai Szeretett Szolgálat több mint 20 éve szervez gyűjtést a rászorulók számára, és ennek a szolgálatnak a része a hagyományos Erzsébet napi jótékonysági koncert is. Idén a 40. jubileumát ünneplő Kantáre városi vegyeskar kapott felkérést a máltaiaktól a fellépésre. Vezetőjük Kalucsányné Csillik Mária azt mondja, örömmel mondtak igent, ráadásul ezen a helyen mindig szívesen énekelnek. Több éve kérnek bennünket erre az Erzsébet napi koncertre már, és most már nem akartam nemet mondani. Bár ez a jubilomi év nekünk ez egy igen sűrű programot hozott, hála Istennek. Itt meg mindig nagyon szívesen énekelünk, ez biztos. Ide, ez a második otthonunk. Az Erzsébet napi koncertet éppen 10 éve szervezi dr. Juhász Györgyné, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gyöngyösi vezetője. Azt mondja, nincs nehéz dolguk, mivel Gyöngyösen a zenei élet olyan színes, hogy mindig tudnak nívós fellépőket találni. A művészet és a segítő szeretet találkozásából eddig is szép koncertek születtek, és nem utolsó sorban sokakon tudtak a bevételből segíteni. Így volt ez most is. A gyöngyösiek jó szívűek és adakozóak, és örömmel jönnek a hangversenyekre is, a ferences templomi hangversenyeket különösen szeretik, és az összegeink is mindig elegek voltak arra, hogy egy kis tüzelőt, élelmiszert, ruhaneműt tudjunk adni a rászorulóknak. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat helyi vezetője szerint tüzelőre egyre több rászoruló családnak van szüksége. Ebben kívánnak a hagyományos élelmiszerosztás mellett segíteni. A máltaiak a Bacsányi utca 6-ban a karácsony előtti időszakban is változatlanul fogadják a felajánlott használati tárgyakat. December 14-től kezdve pedig 3 napig gyűjtik az élelmiszereket a Spár áruháznál. A Máltai Szeretett Szolgálat ezúttal is megszentelt Erzsébet kenyerekkel köszönte meg a támogatók adományait, ezzel a gesztussal is gyakorolva az Árpád Házi Szent Erzsébettől tanult tevékeny szeretetet. Ünnepélyes évzáró gálát tartottak a Kolpingházban. Az eseményen megköszönték az intézményben működő csoportok munkáit, valamint a jelentős mértékű támogatásokat. László Ferenc, a Kolping Család Egyesület elnöke szerint betöltik azt a közösségépítő és kultúrahordozó szerepet, amit önmaguk elé tűztek ki célul.
Kiemelkedően sikeresnek értékeli a 2017-es évet László Ferenc, a Kolping Család Egyesület elnöke, hiszen, mint az évzáró gálán elmondta, számtalan csoport működik az intézményben, és a támogatók is bőkezőek voltak idén. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de abszolút jó sikerült ez az évünk, és kemény munkával és nagy örömmel rengeteg csoportunk volt, rengeteg résztvevő, és mind a két irányból, tehát a támogatás is úgy érkezett, ahogy szerettük volna, mindenki, akihez fordultunk segítségi, mindenki segítségünkre volt, és a itt szereplők is egyre inkább növekvő létszámba. Az évzáró gálán megköszönték a Kolpingházban működő csoportok munkáit, akik közül többen is, így például a Salsa Fuerte együttes táncosai is műsort adtak. László Ferenc kiemelte, a Kolpingház mindig is igyekezett hozzájárulni a közösségépítéshez és a város aktív, pezsgő kulturális életéhez. Így nem csak csoportokat fogad rendszeresen, hanem helyet ad olyan eseményeknek is, amivel megszólíthatják a gyöngyösieket. Jelszavunk, meg hát alap kitérünk, hogy nyitva áll az ajtónk, vár egy jó család, tehát mi mindenkit, aki hozzánk bekopog, nagy szívesen fogadunk. A kulturális csoportokon kívül a Kolpingház biztosít helyet minden évben többek között a keresztény bálnak, de lelki előkészületet is tartanak karácsony és húsvét előtt, valamint a Come Prima ének együttes is itt ad koncertet, amiből ízelítőt is kaphattak a jelenlévők. A Kolping Család Egyesület működését a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia is sikeresnek ítéli meg, ezért hivatalos egyházjogi személyiséggé emelte. Az MB2-es futszál bajnokság 11. fordulójában 9-8 arányú győzelmet aratott az Energy ST az addig listavezető ellen. A mérkőzés előtt Berkes László még kissé bizonytalanul tervezgette a találkozó végkimenetelét, tudva az ellenfél és csapat a tabellán elfoglalt pozíciójáról. Másabb a felállás most, hiszen a Csenger vezeti a bajnokságot, mi pedig a tabella alsó pár helyzetjei között helyezkedünk el, úgyhogy úgy gondolom, hogy most fordított felállás van, az IFI nálunk vezeti a bajnokságot, a Csenger volt lentem, most megpróbáljuk, hát az eredmény fordított lesz. A mérkőzés taktikáját illetően a vezetőedző elmondta, a felnőtt mezőnyben elsősorban mindent az eredménynek rendelnek alá. Mert azért a felnőtt bajnokságban nem feltétlenül a játék lehetőség az első szempont, hanem az eredmény. Úgyhogy meglátjuk, hogy a Csenger milyen taktikát választ. Természetesen nem futunk, nem szaladunk nekik, nem rohanunk az elején. Picit visszazárunk, és majd meglátjuk onnan, hogy mérkőzés alakulása ugye majd kialakítja a taktikát. Egyébként szoros meccsel elégedett lennél, már tehát egy kis gólarányú X-el vagy különbséggel? Nem, szoros meccsel nem lennék elégedett, a győzelemmel nem lennék elégedett csak. A gyöngyösi edző látnoki teljesítmény nyújtott a találkozó előtt. Igaz, a félidőben még csak 2-2-es döntetlen mutatott az eredményjelző, a folytatásban azonban már záporoztak a gólok, és Csoszánszki, valamint Sári teljesítményének köszönhetően 9-8-as gyöngyösi győzelem született. Várhatóan jövőre is erős marad a kereslet a panellakások iránt, és az ilyen típusú ingatlanok továbbra is jobban drágulnak, mint a téglaházak, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László kiemelte, a következő évben országos átlagban már nem lehet 10% feletti áremelkedésre számítani, mint idén, a háznyári otthonok azonban előre láthatóan 2018-ban is néhány százalékkal gyorsabb ütemben drágulnak majd, mint a téglaépítésűek. Ennek az oka pedig az, hogy még ma is ez az ingatlan típus a legolcsóbb. Olcsóbbak lesznek a magyarországi vasúttársaságok E-vonat jegyei decembertől. Az automatás vásárlásoknál 5%-os lesz a kedvezmény, az otthonnyomtatott vagy mobileszközön bemutatott menetjegyeké pedig 3-ról 10%-ra nő december 10-től, a MÁV Start 1-es járataira 20%-kal csökkentheti az e-jegyárakat, közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerdán az MTI-vel. Most jöjjenek a nap legfontosabb hírei még egyszer röviden. Európai szakképzési hét pályaválasztás előtt. Sífelszerelésekből álló adományt kaptak. Erzsébet napi jótékonysági hangverseny.
Köszönöm figyelmüket, ez volt az Aktuális szerdán, találkozzunk holnap is a szokott időpontban, addig híreinket elolvashatják a www.gyöngyöstv.hu oldalon is. Minden jót, a viszontlátásra!